Sziasztok! Na, egy unboxing videó lesz, most pont megmutatom a legújabb szerzeményemet, remélem, hogy működik is. Használaton tudtam megvenni, ez egy Nintendo, mert nem eredeti, hanem klón. Controller és kicsi a Light Gun, na, ezért vettem, tehát remélem, hogy ez működni fog rajta, legalább ez menjen a Light Gun. Ez egy sima tápegység, és már ide bekötöttem a tévéhez. Itt van a főegység, és Euroscart-os csatlakozó, illetve kompozit, de átalakítóval az Euroscart-ba tudom bekötni, mert a tévén az csak azt ismeri. És így néz ki a tényhet. Nincs túl bonyolítva, tehát a videójel, hova kell dugni, és az áramot honnan kapja. Na, mindjárt megnézzük. Összedugom, aztán majd jelentkezek. Hát, ahogy láttátok, össze van kötve. Hát próbálnak, ennyi elég is, úgyhogy indítsuk el a tévét, valahogy el kéne váltanunk. Ugye AV kimenet, ja itt van. Tehát AV1 vagy AV2, hát nem tudom, hogy melyiken fog bejönni, talán még be kéne kapcsolni. Hoppá, na. A legelső próbálkozás az elég biztató. Ja, kihúzódott a... Le, anyádat! Ezek a hülye gyerekzáras konnektorok. Kilöki a dugót, mert nem megy bele rendesen. Na, na. Hát igen, ezeket még... Olyan időszakban csinálták, amikor még ilyen hülyeségek nem gondoltak. Na, csak elindult. Hoppá. Működik. Működik. Látjátok a működési elvét is, egyébként nem nehéz kitalálni, hogy működik. Ugye elsötétíti a képernyőt, és akkor csak a kacsák köré maradt fehér, és a fényt érzékeli. És egyébként, mert... jó, kitalálták ezt a Light Gun, de... ezt az egy játékot, na, az elrepült, most kidőlök a kutya. De... más játékot nem készített utána hozzá senki, amelyik a puskát használja, tehát... jó, kitalálták ezt a kocsavadászatot, és ennyi. De legalább működik. Jó, egy meglógott. Egyébként mivel a fényt érzékelni, tehát bármilyen fényforrásra lőnék el, akkor is működne, aztán a villanykörtét céloznám vele. Ha nem emlékszem régebben, hogy működött, lehetett úgy csinálni vele, hogy oda vitted az olvasólámpát a gép, vagy a tévé mellé, aztán lőtted. Ó, az meglépett. És egyébként lehet bele ilyen sárga kazettákat is rakni, tehát van hozzá tartó, viszont beépítetten is tartalmaz, legalább ugyan a kocsavadászat, az legalább benne van. Ez a legjobb. De, na ez viszont csak CRT TV-n működik, ezt LCD TV-n hiába lövöldözné vele, azon nem menne. Na, meg ki fogom próbálni az LCD-n is, de szerintem... ez merve meg van mondva, hogy azon nem működik. Ezt nem tudja úgy érzékelni. Meg a fekete se teljesen fekete, hogy a háttérvilágítás átszűrődik, és az is megzavarja. Na, tehát csak hogy megmutassam, hogy mik vannak még benne. Igen, ezt csak hagyományos kontrollerrel lehet. De van benne elég sok játék. Bár ennek a nagy része az ugyanaz. A régi Nintendo-knál is úgy volt, hogy a Duck Hunt benne van még egyszer, tehát az vagy ugyanaz, vagy csak minimális módosításokkal, de... Tehát ne átjadok, mert már harmadszor van benne a Duck Hunt.
És ennyi, és innen este már ismétlődnek. Tehát gyakorlatilag ugyanaz van benne, tudom. Hát a nehézségi szint lehet más, de szerintem nagyon más nem, tehát... Most de van, tényleg nagyon minimális módosítások lehetnek benne, de... De tehát itt van, tehát nincs benne több, ezek vannak benne. De ezek legalább több részben is. Tehát mikor elindítjuk ugyanezt a Duck Hunt-ot, és akkor ugyanaz lesz. Tök ugyanaz. Majd próbálok úgy lőni, hogy ne látszódjon bele a videóba a pisztoly, de hát akkor meg... Így viszont jobban működik, hogy... Így mindent érzékelni, hogyha innen tényleg ilyen közel a képen. Hogyha meg innen lövöd, akkor meg... Nem mindig. Néha azért közelebből is lőni kell vele. Így viszont mindegyik találat. Ennyi. Akár még így is lehet cheatelni, hogy tényleg így rányomod a tévedésre, és ott kapod el a kacsát vele, és még akkor is. Hát, valaki majd veszi a fáradtságot, és megnézi lassítva, akkor látja, hogy mi a trükk, hogy... De hogyha nagyon figyelnek, akkor szerintem most is szeretne benne venni, hogy egy pillanatra elsötétül a kép. El lehet vele egész sokáig szórakozni. Na jó, akkor ennyi elég is belőle. És akkor ezzel zárhatjuk is a videót. Sziasztok!